Farkas István vagyok, az Uszódi Református Egyházközség lelkipásztora. Amikor novemberben megválasztottuk az új presbitériumot, akkor vetődött fel az ötlet, hogy csapatépítés jelleggel tegyünk valamit közösen, amit egy napot, amit együtt töltünk, és egymás társaságában leszünk, és örömben és vigasságban leszünk együtt. Akkor vetődött fel az ötlet, hogy egy disznóvágást rendezzünk. Az egyik presbiter felajánlotta a disznót, és akkor így megállapodtunk az időpontban, és így a mai napon megejtjük ezt az eseményt, a disznóvágás. A magyar ember számára mindig a közösségépítésnek is az alkalma volt, összegyűltek a családtagok, összegyűltek a rokonok, és így voltak együtt egész nap. Munka mellett jól is érezték magukat, nekünk is ez a célunk, azért gyűltünk össze. Itt van a gyülekezet javarésze, a presbitérium jó része, és akkor az a tervünk, hogy az egész napot együtt töltjük, együtt dolgozzuk fel a disznót, és este pedig együtt is fogjuk azt elfogyasztani. Sok mindent nem szeretnénk eltenni a disznóból, nem szeretnénk eltárolni sem a fogyasztóládában, sem más módon, hanem az a célunk, hogy együtt költsük el munkánk gyümölcsét és termését majd a nap végén. Köszönöm szépen!